Nagyon sok szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit ebben a rendkívüli húsvéti ünnepkörben. Azt kívánom, hogy legyünk mindannyian elcsendesedve, egy kicsit az ünnep jegyében találjuk meg az ünnepeltet, azt, aki emberré lett, Jézus Krisztust, aki meghalt és harmadnapon feltámadt. Legyen egy áldott húsvétunk, én azt kívánom mindannyiunknak, és kívánom, hogy az Istennek a békessége töltse be a szívünket, töltse be az otthonokat, és Isten áldása áradjon ki ránk ebben az ünnepkörben is. Van egy jó hírem mindannyiunk számára, amely így szól, Jézus Krisztus él, ő feltámadt, azaz győzött a halál fölött, és minden okunk megvan arra, hogy ünnepeljünk, hogy ünnepeljük az emberré lett Istent. A húsvéti üzenet az, amely a mai napon is szól hozzánk, és amin keresztül Isten bátorít bennünket. Ezt szeretném felolvasni a Márk evangéliumából, 16. rész első versétől, amely a következőképpen hangzik. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Ime ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment, és elvitte a hírt a követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közöttük, kettőnek útközben, mikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és elvitték a jó hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette a hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadtak. Nagyon szép és gazdag üzenetet hordoz a húsvéti üzenet Isten részéről ma is. Hiszen mindaz, amit Istentől kapunk, az aktuális. Soha nem veszíti el a szavatosságát. Mindig van Istennek élő üzenete, bátorítása az ő teremtményei számára. Jézus Isten fiaként fontos látnunk, hogy nem ok nélkül lett emberré, nem ok nélkül halt meg, és nem ok nélkül támad fel a halálból. Jézus Krisztus földre jöveteléből, halálából és feltámadásából kapunk ma is erőt, hitet, reménységet és örök életet. A kérdés, ami ebben az ünnepkörben bennem megfogalmazódott, hogy vajon mit bizonyít Jézus Krisztus feltámadása? Először is Jézus halála és feltámadása azt bizonyítja, hogy az életben nincs legyőzhetetlen akadály. Az asszonyok azt látjuk, hogy vasárnap hajnalán, amikor mentek a sírhoz, beszélgettek egymás között, és azt mondták, ki hengerített el nekünk ezt a követ a sírbolt bejáratánál. Aggodalommal telve azt látjuk, hogy mennek a sírhoz, és a legnagyobb meglepetésükre semmi akadály nem volt már az útjukban. Sem a kő, sem a katonák, semmi. Mert Jézus ereje megnyilvánult azon a helyen. Fontos látnunk és tudnunk, hogy ott, ahol Isten megjelenik, ahol ő jelen van, ott minden képes megváltozni.
Ott a nap meg tud állni, a vihar el tud csendesedni, a beteg ember helyre tud állni, meg tud gyógyulni, a kenyér megszaporodik, a szomorúság helyett öröm lesz. Az Isten jelenlétében minden megtörténhet. Az életünk során egyébként rengeteg akadállyal találkozunk mi magunk is. De fontos tudnunk, hogy ott, ahol Isten őszintén helyet és teret kap, az akadályok eltűnnek, és az élet egyszerűen értelmet nyer. Isten nélkül viszont nagyon sokan megállapítják a halálos ágyukon, hogy mi értelme volt. Mi haszna volt az életnek? Valahogy eltelt, és hogyan tovább? Egy reménytelen, értelmetlennek tűnő dolog minden. Isten nélkül, ezt újból fontos kihangsúlyoznunk. De arra vagyunk bátorítva ebben a húsvéti ünnepkörben, hogy higgyünk bátran a mi alkotó Istenünkben, aki értünk ment a harcba, minden gonoszsággal szemben, és győzelmet is aratott. Aki örök élettel ajándékozott meg, és készíti a helyünket a mennyei otthonban nekünk is. Ebbe a Jézus Krisztusban bízzunk bátran. Merjük rábízni az életünket, közeledni hozzá ebben az ünnepkörben. Ahhoz, aki nem ismer lehetetlent, akinél a fejsze úszik a vizen, akinél a hegyek megmozdulnak, aki hatalmat adott nekünk is. Dolgok megtételére. Ne emberekben bízzunk. Nem érdemes bíznunk a pénzünkben, kapcsolatrendszereinkben, képességeinkben, önmagunkban, hanem bízzunk bátran a feltámadott Krisztusban. Ma annyi beteg a járvány kapcsán megtenne mindent a gyógyulása érdekében, és rájön arra, hogy nem segít rajta sem a pénz, sem semmi más. Egyedül Istenre számíthat, senki mással. Ebben a húsvéti ünnepkörben azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg mindannyian Jézus Krisztus feltámadásának az erejét. Hogy hogyan? Úgy, hogyha nagyon egyszerűen merünk közeledni hozzá, őszinte hittel. Ahogyan az asszonyok is tették. És soha ne feledjük el, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Ő szeret bennünket, és ő élettel akar megajándékozni mindannyiunkat. Bízzuk Jézus Krisztusra, a feltámadottra az életünket, mert ő az, aki minden problémán, nehézségen, küzdelmen és akadályon át segít bennünket. Ha valakire számíthatunk az életben, az ő, senki más. A második gondolat, amit kiemelnék ebben az ünnepkörben, az az, hogy Jézus feltámadása azt is bizonyítja, hogy a megterhelt, megkötözött szívek szabaddá lehetnek az ő érintése által. Látjuk a történetben, hogy a tanítványok és az asszonyok szíve telve volt fájdalommal, keserűséggel, félelemmel. Sírtak és gyászoltak. A szomorúságtól és fájdalomtól terhelt szívű tanítványok nem ismerték fel egész egyszerűen a feltámadott Jézust. Összekeverték a kertésszel, azt gondolván, hogy egy idegen férfi ő. És bizony nagyon sokszor, amikor nehézségeken megyünk keresztül, amikor azt érezzük, hogy minden összedől körülöttünk, nem bírjuk tovább, sírunk, összeroskadunk, nem igen ismerjük föl mi sem azt az Istent, aki egyébként mellettünk van, akire egyébként számíthatunk, aki velünk tart, aki mellettünk van, aki együtt tud érezni velünk, és azt mondja nekünk, akár most is, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és bátran higgyetek én bennem. Mondja ezt azért, mert ő ismer bennünket, és tudja, hogy mi van a szívünkben. Ő szeret bennünket, és a vágya az, hogy bennünket is szabaddá tegyen minden tehertől, aggodalomtól, fájdalomtól, félelemtől, nehézségtől. Számíthatunk rá, a feltámadottra ebben a húsvéti ünnepkörben is. Egy harmadik gondolat, amit kiemelnék, Jézus feltámadása azt is bizonyítja számunkra, hogy a bűnre bizony van megbocsájtás. Azt olvassuk a 6.-7. versben, hogy az angyal megszólítja
az ott lévőket, és azt mondja, ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt, nincsen itt, íme ez a hely üres, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Azt olvassuk, hogy külön Péter ki van emelve ebben a történetben. Menjetek és mondjátok el a tanítványainak, és Péternek, mondja az angyal. Milyen érdekes, hogy Péter külön meg van említve. Péter egyébként Jézussal akkor beszélgetett utoljára, amikor megtagadta őt. Péter látjuk, hogy megbánta a tettét. Látjuk, hogy keservesen sírt, és nagyon fájt neki mindaz, amit tett Jézus ellen. Az ő elkövetett bűne miatt sírt. És az angyal üzen Péternek. És azt mondja, hogy Jézus vár Péter téged. Szeretne veled találkozni. Szeret. Meg akar bocsájtani. Meg akar gyógyítani. Új élettel akar megajándékozni, és meg szeretne áldani téged. Jézus feltámadása azt jelenti mindenek előtt, hogy Isten megakadály, megajándékoz bennünket megbocsájtással. Tőle megbocsájtást nyerünk. Kérdezhetnénk azt, hogy miért pont ezzel ajándékoz meg minket? Azért, mert megbocsájtásra van a legnagyobb szükségünk. Jézushoz az élete során a betegek azzal a vágyal mentek, hogy meggyógyuljanak. De Jézus azt látjuk, hogy ennél sokkal többet adott nekik. Lelki és testi gyógyulást egyaránt. De mindenek előtt lelkileg a bűnbetegségéből gyógyította meg az embereket. Jézus nagyon akar találkozni Péterrel, de nagyon szeretne találkozni velünk is, személyesen. És ő készen áll arra, hogy megbocsásson nekünk minden bűnt, mint akik nem vagyunk tökéletes emberek. Nem akar elítélni, nem akar nekünk beolvasni, nem megszégyeníteni szeretne, vagy megalázni. Ő egyszerűen szeretne a bűnpusztító, romboló betegségétől meggyógyítani és egészségessé tenni bennünket. Ahogyan tette ezt Dávid királlyal is, aki vétkezett, és azt látjuk, hogy Isten előtt őszintén megvallotta az ő tettét. Nyugtalan volt az ő lelke, mert terhelte a bűnnek a súlya, és megbocsájtást kapott tőle, és felszabadult a szíve, és új életet kapott. Jézus Krisztus feltámadt és él. Ezt jó, ha tudjuk, jó, ha emlékeztetjük magunkat erre, hogy nekünk nem egy halott Istenünk van, hanem egy élő Istenünk van. A kereszt azért üres, mert Jézus Krisztus nem maradt a kereszten. Ő feltámadt és él. Ez pedig azt jelenti, hogy nap mint nap a megvallott bűneinkre van megbocsátás a részéről. Az élet legnagyobb csodája találkozni a feltámadott Krisztussal, és a bűneinkre megbocsátást kapni. És egy záró gondolat, amivel bátorítanék mindenkit ebben az ünnepkörben, az így szól, Jézus feltámadása bizonyítja azt is, hogy számunkra is lehetséges a feltámadás. Egy bizonyíték Jézus feltámadása arra, hogy mi is feltámadhatunk. Azt kérdezte az angyal, miért keresitek a halottak között az élőt? Jézus Krisztus meghalt, de harmadnapra feltámadt. Legyőzte a halált, ez pedig azt jelenti, hogy nekem sem kell többé halált ismernem. Azt mondja Jézus a János evangéliumában, a 11. rész 25. versében, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Remélem, hogy jó választ adunk erre a kérdésre. Aki Isten kezébe meri őszintén letenni az életét, annak nem kell félni a haláltól, mert a halál csupán egy vessző az életnek az útján. Egy ajtó, amin keresztül belépünk az örök életbe, a mennyországba, ahol Jézus a feltámadott készíti a személyre szabott helyünket. Egy nap, majd mi is feltámadunk Krisztussal együtt. Hiszen soha nem a halálé az utolsó szó, hanem az Istené. És minden ember a lelke mélyén érzi azt, hogy az élet nem érhet véget csak annyival, ami itt a földön van. Kell legyen valami több, kell valami folytatás. És van folytatás. Higgyünk Jézus Krisztusban, mint feltámadottban.
mint személyes megváltónkban, aki meghalt értünk, és legyőzte a halált. Ne feledjük el tehát, hogy ő érettünk halt meg. Érettünk támad fel, mert mindennél jobban szeret bennünket ezen a világon. Éljünk, én azt kívánom ebben az ünnepkörben, a feltámadott Krisztussal, egy élő kapcsolatban. Éljünk az ő igazságában, az ő szeretetében, békességében, szabadságában, megbocsájtó erejében és a Szentlélek vezetésében. Így kívánom, hogy legyen egy áldott húsvétunk, életünk, a feltámadott Krisztus átformáló jelenlétében. És ezért szeretnék most imádkozni, hogy tapasztaljuk meg mindannyian a feltámadott Krisztusnak átformáló erejét az életünkben. Mennyei Atyám, köszönjük neked, hogy itt lehetünk előtted ebben az ünnepkörben. Különleges, rendkívüli, nehéz és embert próbáló időben próbálunk ünnepelni. De itt vagyunk előtted, és látjuk azt, hogy emberileg tehetetlenek vagyunk. A járvánnyal szemben, a halállal szemben, és annyi mindennel szemben az életünk során. Hová mehetnénk, ha nem hozzád? Ahhoz az Istenhez, akinek a segítsége által minden lehetséges. Istenem, szükségünk van rád most is. És én arra kérlek, hogy mint feltámadott Krisztus, mint élő Isten, jöjj közel mindannyiunk szívéhez. Támadj fel a saját életünkben is. Legyél része az életünknek. És kérlek, hogy formálj át. Áld meg az életünket. Ajándékozz meg mindannyiunkat új élettel, reménységgel, szeretettel. És köszönöm, hogy bátorítasz bennünket ebben az ünnepkörben. Adj nekünk hitet, hogy mindennél jobban tudjunk bízni benned az életünk során. Benned, ami megtartó Istenünkben, aki érettünk haltál meg, érettünk támadtál fel, és a mi helyünket készíted a mennyei dicsőségben. Istenem, kérlek, segíts mindannyiunknak, hogy életünk legjobb döntését hozzuk meg most. Tegyük le őszintén az életünket a te kezedbe. Hadd éljünk veled egy élő, szoros, meghitt, őszinte kapcsolatban. Hogy egy áldott, örömteljes, szeretetteljes életünk legyen itt, és majd a mennyei dicsőségben is, amikor elszólítasz bennünket. Így kérlek, Istenem, hogy cselekedj mindannyiunk életében, és add meg nekünk ebben az ünnepkörben azt, amire szükségünk van. Áldott legyen ezért a te neved. Amen. Te vagy a fényes hajnali csillag, szemeid tűzlángok. Út is az élet, aki volt, aki jön, az örök megváltó.
égen, ragyogó lomakon, közel a megváltó.